ez volt az én Vietnámom. Sár, eső és jégeső, hideg. Pedig néhány nappal a verseny előtt még igencsak biztató volt az időjárás Szilvásváradon. Így nézett ki szép időben és tömeg nélkül a lovaspálya. Aztán jött a vasárnap, és a Szilváson menetrend szerintinek tekinthető májusi eső. Kérdünk rajtszámokért. Több mint 1200-an neveztek a maratonra. Az időjárás, az előrejelzések miatt sok volt az átnevezés, a cserebere. Néhányan a sár miatt már előre föladták. Most négyen vagyunk itt a csapatból, a többiek otthon pihennek, mondták, hogy esik az eső, nem jönnek. De nem esik. Így van, gyávák. A szervezők idén változtattak a távokon, így a Specialized maratonra rendszeresen járóknak is újdonság volt néhány útvonal. Eddig a top maratonok között itt voltak a leghosszabb távok, most mindhárom táv néhány kilométerrel és mászással rövidebb lett. 33, 64 és 107 kilométert kellett tekerniük a hegyi kerékpárosoknak. A legrosszabb itt lefelé lesz a Patonasíroktól. A technikai értekezleten azt mondták, a pálya vizes, vannak pocsolyák, de járható. Nem csak a távokon változtattak, a rajton is. Eddig Szilvásvárad volt az egyetlen, ahol együtt rajtolt el a három táv. Idén külön indultak, az egyes rajtok között negyed óra különbséggel. Újdonság volt a limitpont bevezetése is. Ha valaki délután 3-ig nem érte el az utolsó itatópontot, kiszólították. A rajtceremónia az élmezőny beszólításával kezdődött. Először a hosszú, legutoljára a rövid távosok rajtoltak el. A hagyományokhoz híven lassú rajttal indultak, de most a felvezetés csak a Szalajka völgyig tartott. Közben a rajtcél állomásról a stadionból természetjáró túra indult, és először a szilvásváradi maraton történetében kisvonatos kirándulásra hívták azokat, akik nem bringáztak, csak barátjuknak vagy valamelyik családtagjuknak szurkoltak. Bent a stadionban a gyerekeket várt a program, arcfestés, kézműveskedés és különféle játékos feladatok az erdészeti játszóházban. Ez a pálya, ez a pálya, ennek meg Bekötik a szemedet és meg kell nézni, hogy milyen állatnak. Ki kell találni a párját és csoportosítani kell. Az erdészek távcsövet is hoztak, madarakról tettek ki képeket, a gyerekek ezeket keresték meg, majd megpróbálták felismerni, milyen madarat is látnak. Az elsőt is a harmadik. Az első a csúszka. Ébresztő Vitéz László! Még egy bábszínház is kiköltözött Vitéz Lászlóval a pályára. Óriási üstben főzt a gulyás. Több mint 100 kiló húsból 1200 adag ételt készítettek, ügyeltek arra, hogy meglegyen az energia utánpótlás. Semmiképp nem egy zsíros kenyérres történetről szól, hanem ugye mindenképpen egy meleg étellel, egy tál étellel, ami ugye szerencsés elfogyasztható egy asztalnál helyet foglalva kenyérrel, ami ugye mindenképpen energia, tehát ezt az energia fogyást tudja majd kompenzálni, amit vesztettek a verseny alatt. A szervezők azt mondják, egyre többen jönnek a versenyekre családdal, felnőtt a sportág mindenféle szempontból, és úgy tűnik, az egyre idősebb mezőny egyre kitartóbb is. Míg 2006-ban és 2009-ben a legendás sáros maratonokon tömegesen léptek vissza az indulók, idén ez nem volt jellemző, csak nem mindenki elindult, aki nevezett.
Rövid, jobbra gyere! Jobbra, jobbra, jobbra! A rövid távosoknak idén 33 kilométert kellett menniük, a szintkülönbség 690 méter volt, a szintidő 4 óra. Ügyes vagy, nyomassad! Király vagy! Gyerünk, lányok! Nyomjátok! A középtávosok 64 kilométert tekerhettek 1640 méteres szintkülönbséggel. Az ő szintidejük 6 óra volt. A leghosszabb táv 10 kilométerrel lett rövidebb a tavalyihoz képest. 107 kilométer 2700 méteres szintkülönbséggel, 8 óra szintidővel. A három táv mezőnye 13 kilométeren keresztül együtt haladt a stadiontól a Csalánosi parkolóig, innen a két hosszabb bánkút felé indult, és csak a nagymező őrház után vált a két táv el egymástól. A középtávosok olasz kapunak, kerekréten és a katonasírokon keresztül értek vissza a stadionba. Ennyire vannak közösen, nem tudjátok. A hosszú táv idén nem érintette sem Szarvaskőt, sem Bélapátfalvát. Felső-Tárkánytól a Gajanyereg-Mészvölgy Kálmán-hegyi út Bélkő felé kanyarodtak. Bár a versenynek kialakult egy komoly rajongótábora, nem mindenki tudta vidáman elviselni a sarat, és főként a hideget. Rövid távra több mint 600-an, középtávra 500 fölött, hosszú távra 120-an neveztek. Hiába lettek rövidebbek a távok, meg kellett küzdeni a célba érésért. A pálya sáros volt, közben az eső is eleredt, volt még jégeső is. Fáztak, a sára sisak alá, a versenyzők szemébe, fülébe is fröccsent. A rövid távot Mészáros Diana és Fenyvesi Péter, a középtávot Dósa Eszter és Szalontai Bence nyerte. Fenyvesi Péter 1 óra 20 perc 50 másodperc alatt tekerte végig a 33 kilométert. Dósa Eszter pedig 3 óra 55 perc 55 másodperc alatt végzett a 64 kilométerrel. Így ő lett az abszolút női győztes. A kerékpár kezelési technikákat sokkal jobban el kell sajátítani, hogy az ember magabiztosan merjen lefelé és fölfelé is aladni a sárban. Minden csúszik, a kő is, maga a föld is. Bár hozzá kell tennem, hogy ez a szilvásváradi pálya ilyen szempontból kedvező, mert a nagy eső sem tud komoly problémákat okozni sár tekintetében. Kevés hely volt, ahol le kellett szállni. A lefelé elején hibáztam, elcsúsztam elől. És azért a többiek is beragadtak, és a csapattársam mögöttünk jött egy 10-15 méterrel, ő elindult, és hirtelen is fel tudtam állni a biciklivel, és akkor utána mentem, és lefelé igazából együtt jöttünk, aztán ő is hibázott itt a végén, és akkor így eldőlt az egész, de hát kíváncsi lettem volna, azért örültem volna neki, hogyha nem esik el, és akkor még van a végén egy jó kis hajrá. Az jó, hogy elestél, mert akkor nem jövünk el amúgy. Akkor nem. Nagyon jó volt az egész verseny, saras volt, de miután már rájöttünk, hogy úgyis mindegy, nem kell kerülgetni a túlcsákat, utána már mindenki belement. Úgyhogy utána már rendesen haladtunk a túlcsákban is. És most mi hiányzik leginkább? Egy forró fürdő. Meg az első hely. Az egyik kortársam, ma jöttünk végig, de a végén neki leesett a lánca, és ezért én nyertem. Volt ilyen jó mélyisár is. Hát ilyesmi volt, mint ez itt. Elégedett vagy valami bosszankod? Hát elégedett vagyok végül is, de nem lehet volna, a sár jobban ment volna. Sebességgel kell kihúzni a biciklit általában, meg hogy nagyon ébernek kell lenni, tehát folyamatosan lefelé nagyon figyelni kellett arra, hogy merre menjek. Ittunk már lassan a sarat, mert hát felül nagyon, nagyon csúszott, keresztbe álltunk állandóan a biciklikkel, de hát lenyomtuk, jó volt ez. I'm trapped in a fire world where the
Sok 200 méteren görcsöltem el teljesen. De mind a két be... Figyelj, ezt komolyan mondom, el kell jönni a szárnyat. Leszarom az meg! Fabringa Banda FC versenyzőjének. Egy helyet biztos, hogy veszítettem is kategóriámba. Nem baj, majd legközelebb. De sokat fejlődtem, mert tavaly... Hú, itt ilyen 20-dik voltam. Hát élvezetes volt, mert verseny, meg minden, meg az izgalom, de hát el is görcsöltem, meg is fagytam, szóval a kettő együtt, de hát ezt szeretem csinálni, ezt élvezem, ez az élet. Belement egy kicsit a sár. Nem vészes, csak karmolja. Volt a legnagyobb ellenség a sár? Hát a hideg azért az rossz, csak az ilyen kis dagiknak mindén nem árt annyira hideg. Someday we'll find the sanity's left us all blind and dragged us all behind. A moment seen through those eyes, crystal in the skies. They say that all beauty must die. I say it just moves on. A leggyorsabb hosszú távos idén is Blazsó Márton volt. A dal Marcinak szólt, tulajdonképpen ő lette meg saját magát születésnapjára egy aranyéremmel. 4 óra 47 perc alatt ért vissza a stadionba, és 9 perccel utasította maga mögé a második helyezettet, Buruszki Szilárdot. Ja, igazából az utolsó 10 kilométeren gyűlt be a sárra, mert addig külön ment a hosszú táv, és nem volt annyira így, mint itt is látszik, hogy így föliszaposodva az egész, úgyhogy csak itt a végén volt probléma, de ott nagyon, nagyon nehéz volt. Ki
kiváló volt egyébként, annak ellenére, hogy rossz volt az idő, elég jól lehetett haladni, és élvezetes is volt. Jó gumi kellett, és lehetett menni rendesen a pályán. Nagyon jó verseny volt. Nagyon kemény volt. Hát az eső nem hiányzott, amúgy a pálya kiváló volt, de picit a sár az betett itt a pályának. Sár van mindenhol, füledbe, a szádban. Valószínű, igen, majd megnézem, és kipróbálom majd piszkálni mindenhonnan. Évek óta rajthoz állnak az Egri Mlinkó István általános iskola hallássérült diákjai Szilvásváradon. Bicajt a szervezőktől kapnak. Mindegyik gyerek és tanár végig csinálta a rövid távot, senki nem adta föl. Gyerekeknek jó azért kihívás, meg felkészítés. Vannak olyan gyerekeink, akik már komolyabb versenyekre járnak, illetve a Siget olimpiai csapatban benne vannak, és mennek külföldre is biciklizni. Mi meg kihívásként, élményként, őrültekként itt folyamatosan egész nyáron kerékpározunk és megyünk mindegyik versenyre. Egyszerűen nem tudtam, hogy a kis tócsát vagy a nagy tócsát kerüljem, és belementem, szóval folyamatosan esett, elállt, esett, és szóval ennyire vizes pályán még nem voltam. Voltam már ilyen dagonyás, 2009-ben fantasztikus esős maratonunk volt, de én most úgy érzem, hogy ennél ez most a leg... Fantasztikus volt. Kiszappakolás, új bringás divat, szívás maraton. Megpróbálták humorral kezelni a napot, az időjárást a bringások. Ilyenkor mindenki büszkébb magára, hogy extrém körülmények között is végigcsinálta, végigment a pályán. Tetszett az, hogy megászkodott minket az eső, hogy fröcsögött a sár, mert a mountain bike sport az nem terem sport. Úgyhogy nekem ez már nem az első versenyem, volt igazából kellemetlenebb élmény is. Pár évvel ezelőtt akkor csúnyán megásztunk, meg nagyon fásztunk, de ez igazán élvezetes volt. Ez az igazi harc a természet elemeivel szemben. Rosszabbra számítottam, tehát annyira nem volt vészes, mint gondoltam. Féltem, hogy csúszósabb lesz. Van benne egy kis kihívás, mert amúgy ezek a pályák azért olyan viszonylag egyszerűek, így meg kell technika is. Tehát mármint úgy, hogy technikai tudás, nem csak az, hogy tekerni erőből, hanem azért kell tudni szerintem biciklizni is, úgymond. Nagyon hideg volt fönn a fennsíkon, szerintem olyan 5-6 fok lehetett, olyan volt, mintha egy ilyen októberi napon tekerték volna rövidgatyával. De izgalmas volt ezen a napot. Nem baj, bekerül fél albumomba. Ronda pofájú. Én még nem voltam itt középtávon, rövid távon voltam, most volt első középtávos versenyem itt. Egész jó volt a pálya, csak nagyon saros volt a végén. A végén lefelé nagyon felvert az első kerék a sarat, úgyhogy nem sokat láttam már. És egy rám rántott a kormányt és belökött az árokba. Kézen át volt, lesdobtam, jól volt nézni. Ez a már. Szíves, ez már csak jó. 10 évig nem versenyeztem, és most visszatértem, és nagyon jó. Csak nagyon, nagyon sáros volt. Életem legszarabb versenye. Miért a sár miatt? Így még én nem néztem. Tehát ilyen borzasztó sáros verseny még soha nem volt. Pedig voltam már egy kis sárban. Ilyenkor az ember nem büszkébb magára, hogy megcsinálta ilyen körülményeket? Persze, nagyon boldog vagyok, nagyon boldog vagyok. Csak hát óriás szenvedés, meg óriás. Hát estem is egy nagyon... Hát nem látszik, de egy nagyon zakóztam. De jó volt. Nem valahogy egyre. Rengeteg fénykép készül, pálya és célfotó, fotózás a mosónál, de úgy, hogy a bringa is látszódjék. A biciklit karbon tartani jó, mert akkor így el lehet indulni ugye egy versenyeken, és egy hűtárs. Tehát ilyen állapotban meg egyébként se lehet látni minden nap, főleg ilyen verseny után, ilyen időben.
nem örülök neki, elviselem. Érdekes egyébként, sokkal másabb, mint egy száraz verseny, száraz időben, de ennek is megvan a maga érdekessége, inkább úgy mondom, szépsége az nincs. És egy nő ezt hogy is előtt mindenes áron? Hát majd hazamegyek, azt kimosakszom belőle. Most egy kicsit rossz, még a szám is tele van, de meg inni nem tudtam az úton, mert minden tiszta sár. Lehet szeretni egy ilyen sáros embert? Persze. No, nagyon szeretem édesapámat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jól teljesített. Itt kulkoltál bent, itt vártad? Igen, itt voltunk végig szüleimben. Édesanyámmal, meg a kisfugommal, aztán nagyon szurkoltunk. A hétvégi brigázáshoz mindig meg szokott lenni, tehát a időjárástól függetlenül. Ilyen sárban is esőben. Akár sárban is esőben, így. Akkor ez egy rendes maratonos, nem tart vissza. Abszolút nem. Szóba se került. Ez is egyfajta eszenciáját jelenti, még izgalmasabb, így, hogyha lehet egy picit csúszkálni, mászni, élvezetesebb. Nagyon jó volt. Most születtem a pataluba. Minden rendben. Tavaly hiányolta az extrém időjárást a Specialized hazai forgalmazója, idén megkapta. Én így szeretem egyébként, tehát az elmúlt 2-3 év, amikor sütött itt a nap, ez nagyon furcsa élmény volt, megmondom őszintén. Ez az a rengeteg por, az zavaró volt, úgyhogy ez a klasszikus szilvásváradi érzés, úgyhogy én azt gondolom, hogy végre hazaértünk. A szervezők több mint 30 kategóriában jutalmazták az első 3 helyezettet. A 3 táv abszolút győztesét a letekert kilométerek arányában díjazták. Külön ajándékot csak a születésnapos Blazsó Marci kapott. Elképesztő micsoda tempót itt áll! A sárbantekerés felfogható volt technikai edzésként is. A legtöbben elégedettek voltak a rajttal, a kajával, az itatópontokkal és a pályával. A mosolygós arcok mellett a sírót és szenvedőt is lehetett látni. Abban nincs egyetértés, hogy őrültek vagy hősök, akik végigcsinálták a 12. szilvás maratont.